Ez volt a Technokon Rapid. Ászok, sör, traubi, szóda! Hát csak a hangja! Amó szappan. Konyakos megy. Kakasnyalóka. Dobozos tej. Ára 1 forint 60 fillér. Lapos elem 4,5 volt. Moszkóbusz, ó, Ikarusz! Ma nem csak Magyarország utolsó fennmaradt ABC-s buszát fogom bemutatni neked, hanem azokat a 70-es, 80-as évekbeli termékeket, amit egy ilyen mozgó ABC-ből, de akár a Füszért vagy a Közért áruházakból meg tudtál vásárolni. Egyszer nagyon régen volt, az utakon egy mozgó volt, volt benne élelmiszer, mosópor és parizer. Maga a busz egy 1977-től kimondottan mozgó ABC-s busznak gyártott Ikarusz 260.90-es modell, amelyek járták az országot, és az volt a céljuk, hogy az olyan helyekre, ahova nem tudtak közértet vagy ABC-t telepíteni, el tudják juttatni az embereknek az élelmiszereket. Fél kiló kenyérre vagy fél liter tejjel le kellett mennünk a Szabadsághegyre. Meg volt a megállója, hogy hol állt meg a busz, mikor, és akkor az emberek oda tudtak menni bevásárolni. Tényleg 5 perc alatt kijön az ember, időre jön, elég pontos is a busz, jó választék. Van. Azért különleges és azért egyetlen ez a példány, mert így teljes valójában egy sem maradt fenn, tehát ha maradt is külsőleg ilyen mozgó ABC-s busz, de a belseje az biztos, hogy nincsen berendezve, vagy szőnyeg van benne, vagy lakásnak alakították. Ebben viszont benn van az eredeti berendezés, a pénztárgéppel, az asztal... Jó, a belsejről beszéljünk később. Az első változatot 1976. október 12-én mutatták be az Ikarusz Székesfehérvári gyárában, melyet az Észak-Budai Munkás Áfész használt a budai peremkerületek ellátására. Ennek az úgymond prototípus modellnek az alapja akkor még egy Ikarusz 266-os. Segítség a falvakban, emberek az ablakban, várták mikor jön a busz, a piros-sárga Ikarusz. Hoz a bípet súrolót, tejből vajon hány zacskót, friss kenyér és ászok sör. ABC-s buszok végleges változata egy évvel később, 1977-ben mutatkozott be. A praktikusabb beltere miatt, ez már a 260.90-es Ikarusznak az alapjain volt, egész sokat exportáltak belőle NDK-ba is. Az összes busznak a jellemzője volt, hogy az utasáramlás mindig hátulról előre zajlott, itt mentél be a boltba, és legelőre ült a pénztáros, de még nem megyünk be. Nem volt szokatlan dolog, hogy a kasszás szerepét is az autóvezető töltötte be. A buszok tulajdonosa minden esetben a belkereskedelmi szállítási vállalat volt. Az 1976 ban elkészült első mozgó ABC-s busz üresen 1,6 millió forint volt, árukészlet nélkül. Hölgyeim, van egy kozmetikum, amely kisimítja a ráncokat, és garantáltan fiatalít. Ez az! Az árukészletet az Áfész és a Füszért boltok biztosították, amelyek később néha bérelték is a buszt. A mozgó bolt naphosszat járja a környéket, naponta kétszer töltik fel bázisraktárában friss áruval. A Közért busz kísérletképpen indult el, de előnyei már is nyilvánvalóak. A motorja a Rábától jött, egy 10.350 köbcentis dízelmotor, a váltója Csepel 5 plusz 1 sebességes kéziváltó. A végsebessége, az órát ne nézd, mert az egy picit túl magabiztos, nem 120, hanem 65 km per óra volt. 80-as évek elejére országszerte terjedni kezdett a mozgóbolt rendszer. Erről beszámolt a Somogyi Néplap 1981. március 7-i számában, amikor is a BSV újabb járművet adott át. 1985-ben már 32 darab mozgó ABC-s Ikarusz járta az országot, lassan viszont felmerült, hogy veszteséges lenne ez a dolog, azonban életben tartották még egy ideig. A hivatalos indoklás szerint azért, mert a vidéki közösség, a peremkerületen élők is sokkal könnyebben megismerhetik így az új, frissen bevezetett árukat, de 1989-ben Somogy megyében már eladásra hirdettek egy mozgó ABC-s buszt, aztán 1990-ben is megjelent egy hirdetés, lassan eltűntek a színről. De ez az egy, a teljes valóságában, az egyetlen Magyarországon Koltai Péternek köszönhetően fennmaradt az utókornak, meg tudom most mutatni nektek, itt a KPST parkban megtekinthető, baromi sok munkával Peti felélesztette ezt a buszt, mozgásképes, hamarosan a találkozókra is el tud majd menni.
belseje is megvan. Vannak termékek, amiket újra gyártatott, vannak, amiket eredetieket meg tudott szerezni. A neten szinte az összes kerek sajtnak a grafikáját sikerült meglelni, kicsit kikozmetikáztuk, és 23 különböző féle sajt dobozát reprodukáltuk. A nagy részüket én vágtam körbe ollóval, és utasztottam fel. Úgyhogy, ha megengeded, helyetted is megköszönném Koltai Péternek az áldozatos munkáját, és most beviszlek a belsejébe. Ja, bocsánat, utasáramlás hátulról, hátulról megyünk. Egy kicsi mozgás mindenkinek kell, a karos szépen hallja napos fel. Tehát, mint vásárló, itt szállunk be a buszba. Ez megvan még? Emlékszel rá? Amit először megpillantunk, a göngyöleg, a 70-es, 80-as évekből ismert műanyag ládákkal. Hát csak a hangja! Megvan! Kőbányai. Borsodi világos, ez a zöld üveges. Ászoksör, Traubi szóda! Ki emlékszik még a régi Traubinak az ízére? Ma is lehet kapni, de azért nem teljesen ugyanaz. Lenke néni, hozom a Traubis göngyöleget! Drága vásárlók, annyit elvittek, hogy csuda! Ne panaszkodjon, aranyoskám, nagyon fontos, jegyezze meg, mi mindig a vásárlóért vagyunk. Sózott földi magyaró. Magyar édesipari vállalat Győri Keksz és Ostyagyára. Napgyöngye, napraforgó mag. 18 forint 20 fillérért. Moszkóbusz, ó, Ikarus, nem csupán egy ABC. Az itt látható konzerves üvegek, padlásleletek. Nagykörösen egy hagyatékos háznak a padlásán guberáltuk. Nyilván nem ilyen szépek voltak, piszkosak, mocskosak. Néhányon van fedél, de az összes többi nincsen. Ezt úgy lepleztük, hogy bezsugoroztuk őket, és nem látod, hogy fedéltelenek. Ezek bébi ételek gyakorlatilag. Ezek bébi ételek. Paradicsompüré. Csirkehússal, burgonyával, bébi ital, alma, narancsízben. Kérjük a bébi papírt! Banán, alma püré, közel 10 féle főzelékpüré, tejjel és anélkül. Piros címkés bébi étele már 3 hónapos kortól. Hasonlóan padlás lehet volt egy nagykörösi padlásról, ez a sok bébi ételes és különleges vagdalatúsos konzerves doboz. Ritka, amikor valaki ilyeneket megőriz, hogy majd jó lesz valamire, hát jó lett valamire. Mikoriak ezek? Mert hogy fogyasztójára 3,50, hát, fogyasztójára 4 forint. 1971 novemberi. Azt, aki ezt megőrizte 71-től. Lola, a szépség és tisztaság névjegye. A szépségipari óriás, a Kaola gyártotta a bipsúrolóport. Alaposan tisztít, nem karcol. Ezt, ha megütögetted, száll belőle a most is! A belé! Ez de komoly! Ez tényleg így volt! Iris textilöblítő. Ez biztos, hogy eredeti, mert az alján egy pici kifolyt. Ultra mosogatópor. Az ön választása a 80-as években. A kőbányai növényolajgyárban készültek az amószappanok, amelyeket nem csak azért szerettek az emberek, mert jól lehetett vele kezet mosni meg tisztítani, hanem a hosszantartó kellemes illatuk miatt betették a szekrénybe, és ruhákat illatosítottak velük. Ha! Szappantartó, amelyet a fürdőkád szélre fel tudtál akasztani, az alja ugye lukacsos, hogy kifolyjon belőle a víz, és ebben tároltad a szappant. Jellegzetes fésű. Autós emberek lévén nem mehetünk el a Zsiguli csomagtartójában is megtalálható javító lámpa mellett. Gumi javító szettek, ez éppen a Pang márka jelzésű. Ezt sokan meg fogják ismerni, ez a Tip Top. Ha most megrendeli, nem kell éveket várnia. A Merkurnál rövid időn belül megveheti hű utitársát a Trabant limuzin. 4 személyes család, egyszerű, de nagyszerű családtagja, a Trabant. Hát masszírozós üléshúzat, minden Trabant és Warburg muszáj kelléke. Volt ez a műanyag dobozos, kinyomható ultraderm. Ez egy baromi jó kéztisztító volt, ami aztán ahogy modernizálódott, változott a kiszerelése. Ez volt a nagyobb kiszerelés. Mindegyikben ugyanaz volt, ezek nagyon jó cuccok voltak. Autós ember lévén muszáj megemlítenem az autósampont, ugyanis régen volt egy ijesztő reklám, amikor egy ilyen csúnya bábfigura megzabálta a matchboxokat, vagy ilyen játékautókat. Hé,
Senki sem szereti, ha a rozsda megeszi az autóját. És mit reklámozott? Fobizán korróziógátló autósampont. Ez hogy? Az új rozsdásodást gátló autósamponnal szemben a rozsdának nincsenek esélyei. És persze az elemlámpa. De a másik, ami még jellemzőbb, a nagy elemlámpa. Csókolom, Ági van. Ági, szűrt gyümölcsnek vár. Üveges Coca-Cola. Amikor a presszóba rakották vissza az üres üvegeket. Pepsi Cola! Szia, Kata vagyok. Van még egy Pepsi? Persze, hogy van! Ez mindenféle műanyag, szalvétatartó, meg az éttermekben láttál ilyeneket, ez ebben volt a sótartó, meg fogpiszkáló. De nem ez a lényeg, figyelj! A szívószál, mutatom mennyire volt vékony, vagy mennyire volt vastag. Na ezen keresztül, hogy szívtad a kólát? Ez körülbelül 1 mm, jó, 1,2. Ja, sejtem már, a szocialista tervgazdálkodás része volt, hogy amikor a Coca-Cola-s palackba ezt a pici vékony szívószálat beleraktad, és elkezdted szívni, azt hihesd, hogy a 2 deci tulajdonképpen 1 liter, mert olyan lassan fogyott el. Mikor láttál utoljára Góliát elemet? Jó, ha láttál is, de ilyen sárgát, Perion felirattal. Ilyen tuti nem. Lapos elem? 4,5 volt, nagyon sok távirányítós autóba és játékba ez kellett. Ki ne hagyjuk! A Keravil támogatásával elkészült Tibi bácsi Torpedó című kislemezét. Tibi bácsi ezen mixelt vagy énekelt, azt ne kérdezd. Aki még segített a buszt feltölteni, az a Kukinak a gyártója, a Lizasznek, hozott nekünk 1985-ös csomagolásban sok-sok kukit. És Tom és Jerry, tényleg! Nagyon szomjas tudtál lenni tőle, és még paprikás változatban is volt. Teljesen más a fogása ennek az acskónak, mint ennek. Ezen érzed, hogy régi. Manapság eléggé eltűntek már a kockacukrok. Régen válogathattál, hogy milyen fajtát szerettél volna venni. Balaton típusút, hajdú, nagy mokka. Vagy pedig a sima hajdumokka is elég a kávé. Kis Traubi! Gyerekek, talán inkább kérünk! És ha már a Traubinál tartunk, ne feledkezzünk meg a márka üdítőről sem! Hozzáillő csomagolásban kupakkal, ezt Peti külön csináltatta rá utólag. Fogadjunk, hogy volt ilyen csokoládéval bevont zselé, szalon csomagolásban. Magyarul szaloncukor! Nekem a Balatoni, a Riviera, ettől nem tántorít el a téla faj. A teknős formájú lábpumpa, amivel fel tudtad fújni ezt a régi, tudod, ez a szövetszerű, nem gumimatrac, hanem nézd a dugóját. Na, ez megvan. Áld, mennyit fújt a miért! Nagyon retrofili! Mozog a kutyának a feje! Bólogatós tacskó! Két különböző méretben! Van kicsi. Egyik hétfő délelőtt Peti áll a ház előtt. Amikor a kisdiákok 7 évesen megkezdték az első osztályt, nem csak kék nylon iskolaköpenyt kellett venniük, hanem mit? Színes papírkészlet, színes papírok, pontrácsok, vonalhálók. Ilyen szép napos... Jaj, ez nagyon megvan! Aminek ilyen volt a kupakja. Ilyen volt nekem! Ez ilyen nyomda! Különböző állatfigurák vannak a hátulján, gumira préselve, és van hozzá egy ilyen bigyó, abba belenyomtad, és tudtál vele nyomdázni a papírra. Fú, de szerettem! Amikor még a desszertekre csak szerényen elég volt annyit ráírni, hogy bombon. Persze volt azért a konyak megy is. Ez is egy nagyon sláger termék. Vagy konyakos megy, aranyszínű csomagolásban. Ki evett ilyet, hogy amorella? Küszi. Joystick Commodore 64-hez. Nem áll, hogy benne van. Ne. Van benne valami.
van benne valami. Tényleg az van benne. Ez. Tapadó kurungus alja. De régen volt. De öregek vagyunk! Gyerekek, ha ragasztani akartak valamit, és hát a 80-as évek végén a hippik meg a rossz arcok nejlonzacskóba nyomva cipúztak is vele, ez volt a Technokol Rapid nevezetű ragasztó, ami egyébként ragasztásra nem volt rossz, a cipúzás ne kérdez. Nem lehet megunni, soha-soha nem lehet megunni. Ide is van ragadva a polcra. Próbálom lefejteni. Na, szóval. Maga a ragasztó így nézett ki, megszáradva. Jaj, érzem az illatát, most hogy letértem innen. Talán tudják páran, hogy én győri gyerek vagyok, és annak idején a nagymamám minden vasárnap mivel kínált meg, nejlon zacskóba gyűjtött, ilyen törött, darabos a győri keksz és ostyagyár származó pilóta, vaníliás karika, Albert keksz töredékekkel. Ott dolgozott egy ismerőse, és ő, mint dolgozó, a selejtes termékeket zacskóba ömlesztetten kilóra meg tudta venni. Mi mindig ezeket ettük, éppen ezért soha nem találkoztam ilyen dobozzal, ami a régi, eredeti pilóta kekszet, a vaníliás karikát tartalmazta. A mai napig szerintem vezető cucca a Győri keksznek, ami már nem létezik. Se Győri kekszgyár nincsen, mert a kekszgyár megszűnt, helyette egy másik épület lett, az összes többi részét lebontották, se nem Győrben gyártják, valahol máshol készül, de legalább lehet még kapni. Visszajössz hozzám, te még, ha jön anyám. Evőeszköz tartunk? Ebbe raktad a zacskós tejet. Mert ugye akkor még nem voltak dobozos tejek. És azért, hogy a zacskós tejet be tud állítani a hűtő oldalába, miket vettél? Műanyag tejtartókat. A mainstream average Hungarian drinking milk in nylon zacskó, you know? Nálunk nylon zacskó. Oh, Alex, it's funny. Nylon zacskó, és akkor köt rá, megkapod a tejet, köt rá egy csomót neked oda. Nem csomó, ez le van vákum, ez le van fólia hegesztőgéppel. Mindenki kedvence volt, ez az anno 21 forint 20 filért kapható, vaníliás, puncsos, csokoládés, tejszínes fagylaltpor. A habszifonban bele kellett önteni, tejjel felönteni, de lehet, hogy vízzel, kinyomni habosan, betenni a fagyasztóba, talán ki is próbálhatnánk. És ebben benne van a por. Bedekó, emlékszel a reklámra? Mi az, amit te szól? Bedekó. Mi? Bedekó. Valódi kakaóból, instant kakaópor. Ez éppen nem, mert olyan doboz nincsen még, de majd lesz. Nestlé Quick. Amiből lett a Nesquik. Nesquik, igyál még egy pohárral és fogd rá a nyugszíra. Ha éltél a 80-as években, akkor tudod, hogy az ilyen nagyobb élelmiszerboltok előterében áfészok közértek. Szóval, ami kicsit nagyobb volt, mindig voltak tölcséres darálógépek. Tudtál darálni kávét, mákot. Az a jellegzetes illat mindig ott volt, ahogy beléptél a boltba, mert ott darálták az emberek a cuccot. A vajas kifli és a mézes kenyér mellé. A gyerekek mit szerettek inni reggel? Maci kávé, ami nem más, mint maláta és cikória kávé, cukrozott kivonata, vagyis pótkávé. A forgalmazótól kaptunk rengeteg ilyen dobozt. Ez a doboz egységes volt annak idején, és ugye ez még bontatlan. Ez de menő. Ugye? Az igen. És mellén üres. Mert hogy ezt alulról töltik meg, ja, és igen, egy fényzárral és úgy zárják. Igen, de jó. Nem lehet megunni. Itt a friss, finom tejföl. Ugye mindenki szereti. Levesbe. Paprikás csirkéhez. Vagy székely káposztához. Na és ami azóta sincs. Dobozos tej, 2,8-as zsírtartalommal, ára 1 forint 60 fillér. A suliban reggelire egy kiflivel megvan, még a menza illata is eszembe jut. Saját termékünk a sok-sok poharas termék. Egyelőre ezeket reprodukáltuk, aztán a jövőben az összes többi hasonlót is, ami ezeknek az érdekessége, hogy mindegyik lejárati dátuma egy-egy családtagomnak a születési dátuma. Róla 4-25. Martin fiamnak a születési dátuma. Paterom, 11. 6-án. Gabi Sampon, mess a sajt, a sofőr a pénze. A budapesti tejipari vállalatnál fogtak egy egyszerű mackósajtot,
és beledobták az olvasztott csokiba, így lett a mesesaj. Sokan kimondottan gyűlölték. Én nagyon szerettem, rajongtam érte, talán lehet, hogy azért is, mert mindegyiknek a borítóján valamilyen veterán autó volt. A biogál gyógyszergyár terméke a Leukoplast, sektapasz, na szép, sektapasz. A biogál gyógyszergyár terméke a Leukoplast septapasz. Na most, ez nem csak az egyetlen kapható, de egy baromi erős cucc is volt akkoriban, ilyen piros műanyag hengerre volt felcsavarva. Annyira erős volt, hogy még szigetelő szalag helyett is használták, szinte tépnet kellett, hogy lejöjjön. A 70-es, 80-as években sok kisgyereknek a szemüvegét is a jobb oldalát vagy bal oldalát ragasztották le ilyennel. Többek közt az enyémet is. Persze idővel kiderült, hogy semmi szükség nem volt rá. Nem véletlenül a végére hagytam az igazi finomságokat, amik mellett tuti nem fogsz elmenni érzelem nélkül, mint például a kakasnyalóka. Akik még közeműködtek a busznak a berendezésébe és cégek, az a retro csoki Debrecenből, aki jelenpján is gyártja a kocsáknyalókát, a téli fagyit, a limóport. Van nekik gumicumiuk. Itt egy újabb klasszikus, 1965-ben Telly Savalas alakította Kojak nyomozót, akinek a szájában mindig ilyen golyóformájú nyalókát láttál. Hungaronektár gyártotta, és a legjobb része, ami kívülről van, a csokimáz, mert miután azt leszopogattad, egy ilyen nyúlós, de mégis kemény, fehér massza maradt utána, de eltüntettük azt is. Kakas nyalókát igazából a mai napig tudsz találni, igaz, hogy már ilyen búcsúkban, meg falunapokon fordul elő gyakrabban. A titkát nem tudom neked elmondani, de mindenki imádta, ez egy hurkapálcikára felhúzott, tömény cukorból lévő, tűzpiros kakas, szigorúan celofánba csomagolva, és nem vagy igazi kakasnyalóka rajongó, hogyha gyerekkorodban legalább egyszer nem szúrta fel a szájpadlásodat, vagy szakította szét az ínyedet. És nem mehetünk el szó nélkül, a téli fagyi mellett imádtuk. A tetején a csoki bevonat, a belsejében valamilyen cukormázas akármi volt. Ez is kapható a mai napig. Ez megvan? Kicsi, műanyag, üvegformájú tartóban, színes por, hivatalosan citrom, megy és narancs ízű üdítőitalpor, amelyet vízbe kellett öntened, és ezáltal egy gyümölcsízű üdítőt kaptál. Na most! Innivaló ebből nagyon ritkán készült, ugyanis mit csináltunk vele? Lecsavartuk a tetejét, és öntöttük bele a szánkba, mert olyan jó íze volt, és ropogtat, és ropogott, és pezsgett a szádban. Soha nem csináltál belőle üdítőt. Igen, az üdítőitalpor színétől függően megszínezte a nyelvedet, de mindenki így itta, és az üvegnek a pici nyakára megvolt a technika, hogy amikor már csak az alja van, hogyan tudod kiszívni az utolsót is belőle? Hát Peti, beengedted a kecskét a káposztához, ebből én viszek haza. Kicsit bele van ragadva a zacskóba. Gumicumi! Amúgy, figyelj, az íze ugyanolyan, mint régen. És tudom, hogy nem bírtad elszabogatni végéig, mert mindig azt jelentett, hogy... Fogadjunk, hogy most szeretnél a helyemre lenni, mi? A 70-es, 80-as években Magyarországon egyedülálkodó golyórágót, a színes golyórágót lassan kiszorította a Donald rágó. Kezdetben 3 forint volt az ára. Az íze mondjuk nem tartott tovább egy 5 percnél, de nem ezért szerettük, mert mi a fontos a gyereknek? Szép, színes legyen. Sőt, még a belsejében volt képregény is. Bontsuk már ki egyet. És a képregényeket, ami a belsejében volt, azt tudta gyűjteni. Megvan a forma. És itt van benne a képregény. És teljes történet volt minden egyes rágó belsejében. Ezt a lelke mindennek. Az íze megvan! Akkor se volt jó. Jobb nem lett. A kanadai Maple Leaf rágógumigyár gyártotta, amely sajnos 2001-ben leégett, úgyhogy eredeti Donald rágót már nem találsz. Csak itt! Sok év eltelt, vége lett, egy busz maradt rozsdással, olcsokkal a gyomrában. 17 forint 50 lesz összesen. Köszönjük szépen a vásárlást, köszönöm, hogy velem tartottatok ezen a kis retro túrán, és megnéztük együtt a régi cuccokat meg a buszt. Gyertek el a KPST-be, nézzétek meg ezt a buszt, találkozunk legközelebb! Itt a parkban!